Ádás békesség, Isten igéjét a jelenések könyvének harmadik fejezetéből, a tizedik verstől a tizenharmadik versig olvasom. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. A filadelfiai gyülekezetnek írja ezt az Úr. Ez egy az ige leírása szerint kis gyülekezet volt, ami viszont csak dicséretet és bátorítást kap ebben a levélben. Megtartották a hitüket, a kísértések idején hűségesek maradtak, és azt olvassuk, hogy végig az Úr védelme és oltalma alatt voltak, és Isten győzelemmel ajándékozta meg őket. A 12. versben ezt olvassuk, aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké. Ha azt kérdezem tőled, hogy a te családodban ki az a biztos ember, Akire azt mondanád, hogy ő rá épült rá a családunk, ő rá lehetett számítani, ő volt a meghatározó személyiség, akkor valószínűleg egy szülőt vagy nagyszülőt mondanál. Az ige alapján mondhatom, hogy ő volt a te családodnak emberileg nézve az oszlopa. Sokszor nehéz megélnünk, amikor eljön az az idő, hogy minket hív el erre Isten. Amikor nekünk kell odaállnunk, és oszloppá lenni a szeretteink a családunk számára. Így van ez a gyermeknevelésben, a munkában, az időseink gondozásában, és tudom, hogy ez sok-sok fáradtsággal jár. De micsoda megtiszteltetés, hogy nem minket kell másoknak gondoznia, segíteni, hanem mi tehetjük meg ezt a szeretteink felé. És így van ez a gyülekezetben is. Sokan szeretnek a lelátóról nézve gyönyörködni, vagy éppen szomorkodni a gyülekezet munkájában. Valóban a lelátóról néha olyan könnyű átlátni a helyzeteket. Amikor a fiaimmal foci meccset nézünk, szoktam is mondani nekik, hogy látjátok innen a kanapéról, Pontosan tudjuk, hogy kinek kellene passzolni. De a legjobb benne lenni. Végezni a szolgálatot, másokat segíteni, oszloppá válni. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké. Kedves testvér, hogyha kaptál erőt, hogy ezt a szolgálatot végezd, akkor vállalt fel, tedd oda magad, természetesen észszel. Ha pedig nincs erre lehetőséged, akkor alázattal kell or hordoznod ezt a helyzetet is. Elfogadni, hogy te szorulsz rá mások segítségére, de mégis imádkozhatsz, az oszlopokat segítheted. Olyan jó látni az ősegyházban, hogy először föl vannak sorolva a nevek, a 12 apostol, Pál, az apostolok cselekedeteiben néhány név, de aztán egy idő után annyian vannak, hogy már nem lehet felsorolni őket név szerint. Adja az Úr, hogy mi is névtelen oszlopai lehessünk a családunknak, a gyülekezetünknek és az egész magyar népünknek. Amen.